Bemutatom nektek és köszöntöm szeretettel dr. Komáromi Tibor, hát úgy van felírva, hogy nyugalmazott tanárunkat, de az egykori diákunk most itt a fontosabb, 50 éve érettségizett tanárul itt a Tinódi Gimnáziumban. Biztosan azért többen ismerik annak ellenére, hogy nyugdíjba vonult az ikerváriak, gondolom főleg, hiszen nagy lokálparti volt a tanárunk, és a doktori disszertációját is az Ikerbár és a Batthyányiak témakörben írta, ezért arra kértük fel, hogy oszta meg velünk ezt a tudományát, de mielőtt rátér a hivatalos előadására, én megkérem arra, hogy egy kicsit meséljen onnantól kezdve az életútról, hogy Tinód is diák volt itt az iskolában, vagy egy-két olyan emlék, ami annak idején 50 évre visszagondolva az milyen volt Tinód is diáknak lenni. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen a megkívánást. Valóban 50 évre lefelünk érettségiztünk, dr. Tessi Csillár Gerzi Borgossal együtt egy osztályra járva, és hát ugye ikerváli voltam, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy Dacsi Miklós kollégától kezdve szinte mindenki valamilyen módon ikerváli. Batthyányt is úgy nevezték, hogy Egalité Lajos, Egyenlőség Lajos, tehát ennek súlyozták, hogy ikerváli Batthyánynak emlegették. Hát itt kerültem én kapcsolatba a Batthyánynak annak történetével, és hogy mindenki ikerváli a következő dolog is jó példázat, amikor beléptem, ott volt két könnyen felejthető technikus, nem tudom, mert ismeritek-e. Én próbáltam kitagolni, hogy szeretném megvallgatni a technikusokat, de nem tudtam. Hát az egyik közülük, Kis Flórián, nagyszülei révén ikerváli. Miután a technikus egyike ikerváli, azért az előadásokat akkor megkezdett, de hadd emlékezzem valóban vissza, hogy mi történt 50 évvel ezelőtt, ugye egy ikerváli voltam, és hát ikerváron jártunk be. Akkor Bajában voltunk, és amikor így ide jövünk az iskolába, akkor ugye megdöbbenve tapasztaljuk, hogy egészen más volt a világ 50 évvel ezelőtt. Nem volt a díszterem, nem volt a tornaterem, nem volt az újszám. Hát mi ikerváron jártunk be, úgy képzeljétek el, hogy először nem volt még autóbus se, akkor kerékpárról jártunk. Hát az időjárás nem befolyásolja a és a érkezését, ebben be kellett jönni. Akkor később már lett autóbusz, egy úgynevezett fakbusz. Ez egy ilyen bányászokat szállító valamilyen busz volt, szörnyű volt, ülőhely is volt benne, ez önben állóhely. Egy jött reggel, egy ment később vissza, és mindenki akkor utazott, annyian utaztunk benne, amelyen befőttünk. Egy előbácsi nevű kalóz volt, aki utána mindig az ajtóba is rökötlepett embereken, ha megtelt, akkor még mindig egy befért, segítsen vagyok itt. Hát fűtés nem volt benne, mi akkor annak ugye örültek annak, hogy egyáltalán be tudtunk jönni, egyáltalán járhatunk iskolába, és ezt úgy kell elképzelni, hogy háromkor ment az autóbusz, hazafele se kevesebb, akkor nem lehetett kimenni a városba, 3 óráig itt kellett várni, ki volt jelölve egy tanterem, amit most a nevelői szoba, ott vártunk valamennyien a környékbeli diákok, a bajárok, és akkor mikor 10 perc a cellok busz indulás előtt szépen elindultunk, szinte sorválva, felszálltak a buszra és mentünk haza. Hát ez egy más világ volt, nyilvánvalóan sokkal érdekesebb volt. Hát reggelente, amikor megérkeztünk, ugye elég sokan voltunk bajárok, akkor sorba kellett állni, kettőben mire szépen besétáltunk, tehát nem volt ilyen, hogy mindenki szabadon járt kellett volna, és hát mi humán tagozatra jártunk. A Tóth János kolléga, ő is hasonló volt, mint mi, ő reál osztályra járt, most is ugye, ahogy hallom, van egy reál osztálynak egy humán osztály. Hát mi ilyen osztályra jártunk, hogy volt reál és humán, a Tóth kolléga, ő matematika fizika szakos, reál tagozatra járt, mi pedig humán tagozatra jártunk. Hát egyik legszebb, azt jelentette, hogy nekik ilyen matematika és hasonló órákból volt több nekünk történelmi művészettörténetnek lakott. Úgyhogy mi elmondhatjuk a Dacsi doktorról együtt, hogy mi azt is megtettük, hogy akkor 5 tárgyból kötelező érettségizni. Magyar történelmi, matematika, fizika és orosz. Hát az utolsó a nyelv, a tőlünk idegen nyelv, ez az orosz. És akkor mi jó néhányan vállaltunk, hogy latinból is érettségizünk, ami nem számított be az átlagba, és hát a Dacsi doktor is jól járt a latinnal, mert
hogy az orvosi egyetemre szükség volt rá. Én meg azért jártam jól, mert a történelmi szakon az egyetemen kötelező volt a latin, és kevesebbet kellett latin órára járni, mert hogy úgy mondjam, papírom volt arra, hogy latinnál nem tanultam. Hát, aztán még egy érdekességet hadd egy gyorsan, hogy a reáltagozatosok azok a cukorgyár esztergális műhelyében ilyen lakot és meg egyéb munkákat végeztek, hogy akkor még Szombaton is jártunk iskolába, mi pedig zöldségtermesztő és hajtató szakirányú előképzésben vettünk részt a humántagozatosok. Ez azt jelentette, hogy heti egy délelőtt vagy a cukorgyár kertészetében töltöttünk el, vagy amikor már ezt követési időszakban, meg itt is voltak ilyen üvegházak, tehát itt dolgozgattunk, vagy volt a példamutatás MPS, amiről úgy tudom volt előadás, ilyen DITS-ség, oda jártunk körülbelül dolgozgatni, és a téli időszakban pedig hát elméletet tanultam, ha jól emlékszem, volt egy ilyen vastag zöld könyvünk, az aranykarászos gazda tanfolyamnak a könyvben. Könyvben abból tanultunk. És hát ha majd megnézegetjük újra az érettségi bizonyítványunkat, két érdekes dolog van benne. Az egyik, hogy latin volt is érettségiztünk, a másik meg be van írva, hogy zöldségtermesztő és hajtató szakirányú előképzésben vett részt. Hát így akkor azt mondtam, hogy sok irányú képzést kaptunk. Hát ez egy más világ volt, és hát én úgy kapcsolódtam a történelmihez, hogy hát mindig érdekelt akár a általában a történelem, vagy szükel bátrián, mikor már történelem, a Batyány kastély, a Batyány szobor, ott a Rába egy érdekes világ volt, és amikor mondom volt arra, hogy tanultam magyar történelem szakon, mert később Ikerbáron kezdtem tanítani, aztán később kisebb kerülővel ide kerültem vissza az Alma Máterbe, akkor is történelmet is magyar tanítottam, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát kicsit tudományosabban vagy alaposabban kellene ismerni a falu történetét, például a Batthyány Lajos történetét. Talán közismert számotokra, hiszen történelmet mindig tanult már, vagy tanul, hogy a magyar történelem Batthyánnyal kapcsolatban mindig igazságtalan volt, vagy Kossuthot, mert általában Kossuthot, vagy alkalmanként Széchenyit helyezve előképpen Batthyány mindig háttérbe szorult a megemlékezés sorába. A rendszerváltás némi változás sorolt, erről majd később mindenhogy lesz szó. Most az előadásom címe a Batthyányokon túl, főleg a Batthyány Lajossal foglalkozik, és hát Ikerbáron összefüggésben. A kettő hogy kerül egymás mellé? Ugye a történelmi tudománynak nagyon szerencséje, mondjuk a fizikával szemben, hogy nem egyértelmű. Így is lehet valamit értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni. Most Ikerlánnak, magának a népnek két értelmezése van, két történelmi felfogás ütközik. Mint hogy Tirúdi is, ugye hol van Tirúdi is írja, itt a tárgya volt. Egyes vélekedések szerint, hogy a Kasszun Gemini, tehát Ikervár, Árpád-kori település az biztos, és Sárdának volt az elővár, tehát Ikervár. Tehát így azt mondom, hogy Ikervár és Sárdán egy közös egységet képez, hetet a történelmet is, hiszen amikor Sárdán, ugye a Nádasdi birtok lett, akkor Ikervár a Nádasdi birtokhoz tartozott. A másik vélekedés, hogy melyik a igazán jó, azt nem tudom elmondani. Főleg a helytörténészek Ikerváron azt hallják, hogy a Rába partján, ott Ikerváron volt két Árpád-kori vár, a Pókadombor és a Fazékdombor, ezek is földvárak voltak, és hát innen van, hogy két hasonló vár volt ott a Rába parton, ezért nevezik Ikervárnak. Hát akkor időnkel volt, ha már itt az előadás címe is elsz, hogy Sárdán és a Batthyány, hogy Ikervár Sárdán előváron volt, Nádasdi birtok, és amikor 1671-ben harmadik Nádasdi Ferencet kivégezték, azt nyilván hallottátok utáni, hogy fő és jószágvesztésre ítélték, magyarát elpogozták, változó földesúrak követték, leghírhetett közöttük a Draskovi családból, vagy a Draskovi családból. Aztán Mária Terézia korától kezdődően a Batthyányok újra feltűnnek Vas megyében,
És hát így kapja meg Batyánynak a nagyapja az ikerbályi uradalmat is. Csak egy gyors megjegyzés, hogy a Batyány família az két ágból áll. Van a körmendi ág, amiről mostában sokat olvastok, a Batyányi Stratton László, aki bogazálhatta, az volt a hercegi ág, és a németújvári gróf Batyány Lajos, pedig hát ez volt a grófi ág. Hát ez a grófi ág leszármazotta a Magyarország első felelős miniszterelnöke, tehát a gróf Batyány Lajos. A visszatérve, tehát a hercegi ág, a Kikervára és Sárvára. A Batyány Lajos, és ő a leginkább fontos eszem számunkra, hiszen október 6-án következő kivégzésének évfordulója, ha jól tudom, a gimnázium rendezi a városi ünnepséget is. Az édesapja úgy, ahogy működteti, most már csak az ikerbáli programon beszélik, a többiről nem. Ugye egy ilyen szélcsőr birtokok voltak, Nyugat-Dunától több helyen, így maradtunk csak Ikervárnál, és hát a hozzátartozó kisebb falvakkal. Batyány Lajos is születik Ikerváron, édesanyja Skerben Borbála, és amikor itt megszületik a ifjú gróf, szülei elválnak, és a grófot az átmentető években különböző iskolákba járatják, jogot tanul, és ahogy iskolájában végez, akkor szokásának megfelelően katonai pályára jut, ott természetes az előmenetel, 20.000-ben szolgál, de közben, amikor meghal az édesapja, akkor a teljes vagyont a fiára, tehát Gróf Batyány Lajosra iratja, édesanyja viszont néha életet építésben él, költi a pénzt, fiának sem ad teleket. A Batyány pedig éli a főúri ifjának megszokott életet, mint Széchenyi. Katona büszkét gondoljátok el, nyáron még tavasszal van, mint gyakorlatozni, télen nincs mit csinálni. Katona kaszárnyába mennek, tisztek mulatnak, költik a pénzt, így jár Batyány is. És a Széchenyi is megvan az a nagy fordulat, hogy rádióban arról van értelmesebb élet, ez történik Batyányra is esetében is, és pereskedni kezd az anyjával, hogy az ő birtokát, főleg az ikerbáli birtokot kapja vissza. Mert ezt megelőzően a Vasvár megye volt a gondoka az ikerbáli oldalunknak. 1831-ben ezt a pert megnyeri, mert egy képvényt a hadseregben, hogy szeretne leszerelni, visszatérni birtokára, és hogy úgy mondjam, elkezd gazdálkodni. Most itt a gazdálkodásról következik néhány fontos mozdulat, aminek lesz Sárvári és környékbeni vonatkozása is. Egy lelopalt uradalmat vesz át, és ahogy Széchenyi is a nagyszentgyi birodalmát és uradalmát elkezdi korszerűsíteni, Batyány is járja Európát, sok tapasztalatot szerez, és hát elkezdi gazdaságát megreformálni. Most közben, mint minden férfi életében van egy döntő változás, megnősül, feleségül veszi Zicsi Antóniát. A Zicsi család, a nagyon gazdag Zicsi család lánya, ezáltal egy igazi feleséget kap, és hát pénzt is, magyarul elkezdheti valóban korszerűsíteni az ikerbáli uradalmat. Most ennek a korszerűsítésnek néhány mozzanatára hívnám fel a figyelmet. Ugye akkor a uradalmat úgy gazdálkodtak, hogy volt a három nyomásos rendszer, a jobbágyok robonyjából meg tudták művelni a földet, többé kevésbé hideg állattartás, a legelőnek fontos szerepe volt. Most Batyány ezen a következőt változtatja. Meghonosítja ikervári birtokán a sejjegi hernyó tenyésztést. Ez is furcsa, gondolom nem nagyon ismeritek, de ha idősebbekkel beszélgették, azok valószínűleg hallottak róla, ez a következőt jelenti. A 19. század elején a okosabban és jobban gazdálkodó főurak próbáltak valami újat hozni a magyar gazdasági rendszerbe.
Most divatá vált a szájnyelvi fejlesztés,